Én azt kívánom, hogy az idei is legyen sokkal jobb, mint a tavalyi. Érezzük jól magunkat közösen, és mindenki találja meg azt a pontot, ahol ki tud kapcsolódni, és jól érzi magát, és aztán aki nem szexárdi, az hamarosan térjen vissza a városunkba. Ezennel a születőnapok rendezvény sorozatát Szexárdon 2019-ben megnyitom. Ács Rezső Szexárd polgármestere nyitotta meg az idei szexárdi születi napokat. A városvezető, aki egyúttal a rendezvény házigazdája is, azt mondja, lassan kinövi a város a fesztivált, olyan nagy tömeg érkezik a 4 napos rendezvényre. Idén több mint 70 ezer emberre számítanak. Az elkövetkező években az a céljuk, hogy megőrizzék a születi napok védjegyévé vált minőséget. Több díjat is kapott, most a legutolsó ugye a Gyémánt Város Marketing díj volt, ezzel elismerték országosan is, hogy a születi napok Szexárdon. Ez tulajdonképpen a régió legnagyobb rendezvénye itt a Dél-Dunántúlon is, Magyarországon is a nagy rendezvények között van. Erre nagyon büszkék vagyunk, de sokat kell dolgozni azért, hogy ha ezt már megszereztük, akkor meg is tudjuk osztályon tartani. A születi napok megnyitóján Varga Judit igazságügyi miniszter, a rendezvény fővédnöke azt mondta, megtiszteltetésnek érzi, hogy az ország legegységesebb borvidékének összművészeti fesztiválján részt vehet. A trükkök és a fogások generációról generációra öröklődnek, mindegyik borban megjelenik valami különleges, amit csak az adott terület, jelen esetben Szexárd és környéke, és az itt élők, a szexárdiak, a Tolna megyeiek adhatnak hozzá. Süli János, a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter azt mondta a megnyitón, hogy a szexárdi születi napok 0. napján, azaz csütörtökön fergeteges hangulat uralkodott. Én azt kívánom mindenkinek, hogy ezen a rendezvényen mindenki érezze jól magát. Tegnap mi már kaptunk ízelítőt, hogy itt igenis jól érzik magukat a szexárdiak. A rendezvény megnyitóján fellépett a Bartina Néptánc Együttes gyermekcsoportja, Zsikó Zsuzsanna népdalénekes is előadott, valamint a szexárdi muslinca kórus rendhagyó bordalai is felcsendültek. A szexárdi születi napok szombaton és vasárnap is folytatódnak, születi felvonulással, a helyi népcsoportok műsorával és koncertekkel.